Vajon milyen programmal szeretné megnyerni a szavazókat Violeta Tomic, az európai baloldal jelöltje a közelgő európai választásokon? Az Euronews interaktív választási műsorának harmadik részében, amelyet a brüsszeli Európai Parlamentből közvetítünk, erre keressük a választ. Elfogadhatatlan, hogy az emberek napi 8 órát és heti 40-et dolgoznak, és nem tudnak megélni a fizetésükből. Ezt végleg fel kell számolni. Az egykori színésznőből lett politikust egy órán át kérdeztük olyan témákról, mint például a zöld fordulatról szóló kiáltványa, és arról, hogyan egyeztetné össze a klímacélokat a gazdasági növekedéssel. A neoliberális kapitalizmusban nem lehet a klímacélokat megváltoztatni, mert a korlátlan növekedést veszik alapul, aminek igenis vannak korlátai ezen a bolygón. Szóval új rendszert kell kialakítanunk. Csak akkor bizonytalanodott el kicsit az Egyesült Európai Baloldal, északi zöld baloldal listavezetője, amikor a Krím bekebelezéséről kérdeztük. Vissza kellene adni Oroszországnak a Krím-félszigetet? Nem tudom, mert ez az ő saját ügyük. Úgy vélem, újból népszavazást kéne tartaniuk. A közönség soraiból érkezett egy újabb kemény kérdés a venezuelai eseményekről, ahol az emberek felkeltek a diktatórikus módszerekkel kormányzó Nicolás Maduro elnök rendszere ellen. Ellene vagyok bármilyen beavatkozásnak Európa és főleg az Egyesült Államok részéről. Antonio Tajani mindig a történelem rossz oldalán áll. Tomicsit arra utalt, hogy az Európai Parlament elnöke a venezuelai ellenzéki vezetőt Juan Guaidót támogatja. Következő adásunkban a liberális Guy Verhofstadt kerül sorra.